most jelenleg elindította. Nagyon új vagyok még ebbe, na se baj. Sziasztok! A mai videóban egy kicsit az edzésről, illetve az egészséges életmódról, ilyesmiről szeretnék veletek egy kicsit beszélgetni, azért, mert nagyon sok mindenben változott ebben a témakörben az életem az utóbbi időben, úgyhogy ezt szeretném veletek megosztani, illetve elmesélni, de még minden előtt, ugyebár nekem másfél hétig kb. Nem volt videóm, és nagyon sokan írtátok, iszonyatosan aranyosak voltatok, hogy mi történt velem, miért nincs videó, miért nem készítettem. Ez úgy volt, hogy történt egy izomszalag szakadásom, és ez nagyon rosszul hangzik, az is volt. A bordám között szakadt el egy izomszalag, és emiatt aludni se tudtam nagyon két napig, illetve a beszéd, a nevetés és az ilyesmi mozdulatok azok nagyon-nagyon fájdalmasak voltak, és ezáltal nem igazán tudtam videózni. Őszintén szólva kedvem sem volt semennyire, egész nap csak az ágyban feküdtem, és semmihez nem volt kedvem, tehát az életemhez se, semmi, úgyhogy ezért nem volt videó. Nagyon aranyosak voltok, hogy ilyen megértőek voltatok, azt kell fennem, egyébként kérdeztétek is sokan, ott ilyenekről egyből beszoktam számolni, úgyhogy ott tudtok igazából először értesülni az ilyesmikről. Reméljük, hogy ilyenről nem kell többször. A lényeg, hogy most egy kicsit már jobban érzem magam, még mindig fáj egy kicsit, de már úgy kezdem összeszedni magam, és ezért gondoltam, hogy csinálok ma nektek egy videót, nagyon hiányoljátok, nekem is nagyon hiányzik, és nagyon fura volt leülni ma így a kamera elé, és hogyha a szemem az egy kicsit piros, akkor az azért van, mert annyira elszoktam a sminkeléstől, hogy miközben sminkeltem, így elkezdett könnyezni a szemem, meg bepirosodni, mert annyira elszoktam ezekkel az ecsettel való csikizésektől, hogy nagyon, de ennyi. Nem vagyok hozzáértő, csak a saját véleményemet, illetve történetemet szeretném veletek megosztani ezzel az egész témával kapcsolatosan, illetve a másik nagy kérdés az még az volt az előző videó alatt, hogy szeretnék-e fogyni, de ez egyáltalán nem áll szándékomban, teljesen meg vagyok elégedve a súlyommal. Ez a téma általában új évkor szokott így feljönni az emberekben, hogy talán nem ártana egészségesebben étkezni, vagy sportolni, egy kicsit edzeni, és hát ez őszintén szólva, legyünk tényleg őszinték, tart egy vagy talán két hónapig. Volt egy idő, amikor csoportos órákra jártam, a mi edzőtermünk ebben egy olyan 5 percre van tőlünk, és alul van ez a bodybuilding rész, ez az igazi edzőterem, kondi részleg, fölül pedig egy tornaterem, ahol az ilyen csoportos órák, például a spinning, vagy ez az aerobik, meg zumba, azon egyszer voltam, annyira nem jött be. Vagy például az alakformáló, én ezen voltam kb. Két hónapig heti kétszer, háromszor, attól függ, és nagyon-nagyon szerettem, az egész óra szuper jó hangulatban, tehát nagyon aranyosak voltak a lányok, ja, igen, csak lányok voltunk, ez teljesen véletlenszerű, igazából férfiak is jöhettek volna, de hát női alakformálóra, na, értitek. Minden edzés végére ki voltam nyúlva a teremben, de az érzés, amikor az összes izmon át van mozgatva, utána pedig lezuhanyzol, és olyan frissességet és energiát ad az egész naphoz, jó, ez mondjuk nekem este volt ez az edzés, de így is nagyon sok energiám lett tőle, én ezt imádtam, de két hónapnál nem tartott tovább. Egy idő után egyszerűen csak meguntam, és ráfogtam, hogy nincs időm lejárni, meg későn van, fáradt vagyok tőle, úgyhogy akkor abba hagytam. Ugyanebben az évben a csoportos órák része az ilyen január körül volt, és ez, amit most mesélek, ez pedig nyáron, vissza szerettem volna kerülni ebbe az egész környezetbe, mert jó hangulat volt ott egyszerűen, és imádtam oda járni, de ezúttal nem az emeletre, hanem lent, a kondira, a bodybuilderek közé mentem, hogy na most akkor gyerünk, és nagyon tetszett, de az első alkalommal olyan szerencsétlen voltam, hogy ezt nem hiszitek el, szóval, hogyha el akartok menni edzőterembe, és attól féltek, hogy egyedül vagytok, és csak ti nem tudjátok, hogy kell használni a dolgokat, mindenki így kezdte. Mindenki szerencsétlenül érzi magát, én is úgy éreztem, mert bármilyen gépre ráültem, például a combközelítős, és az Istennek nem tudtam, hogy hogy kell ezt működtetni. Aztán voltak nagyon aranyos emberek, akik látták rajtam, hogy egy kicsit szenvedek, és jöttek oda hozzám, hogy segíthetek, láttam, hogy kicsit el vagy akadva, és így... Lehet, nem lenne rossz. Nálunk úgy van, hogy amikor megveszed az adott alkalmi jegyet, akkor utána bármeddig, ameddig csak szeretnél, órákig is ott lehetsz akár, és én ezt nagyon értékeltem, az elején csak egy órát voltam lent, aztán kettőt, volt egy hármat is, és ez, ahogy untam meg a dolgot, az így csökkent le, és volt, hogy csak fél órát voltam lent, bemelegítéssel, nyújtással együtt. Az edzés is olyan, mint minden más,
kitartás kell hozzá, és akaraterő. Nagyon-nagyon sok. A videónak a fő része az a biciklizésről szólna, mert hogy én egy pár hónapja elkezdtem bicózni, egy szobabiciklivel egyébként, nyáron nagyon szeretek kimenni, de hát ilyen hidegbe és ilyen jeges utakon, ahol kb. Korizni lehet, hát biciklizni annyira nem. És az oka, mindig olyan okkal kezdtem el edzeni, hogy most vékonyabb szeretnék lenni, most nem tetszik a combom, most a cellulitis ugyebár, vagy szeretnék izmosabb hasat, meg ilyesmi, és sosem azért kezdtem el edzeni, mert az egészségemre figyeltem volna, hogy erősebb legyen az immunrendszerem, meg ilyenek. De hogy most miért kezdtem el a biciklizést? Nekem augusztusban volt egy ilyen hosszantartó betegség kezdete, akkor elkaptam egy vírust a szigeten, ott rosszul is lettem, és ezután hónapokig rosszul voltam, ami igen, rosszul hangzik, és észre is vettétek a videókban, hogy néha-néha nem volt annyi kedvem, ez azért volt, mert sokszor nagyon rosszul éreztem magam. Ez egy időszakos volt, tehát volt, amikor jól éreztem magam, volt, amikor nem. És ez odáig fajult ez az egész, hogy az immunrendszeremnek a védekező képessége az 0% volt, ezt dokik megnézték, és hát ez azért nem túl jó, úgyhogy az összes betegséget így tártkarokkal vártam, hogy na gyertek! Pont ezért elkezdtem erősíteni az immunrendszeremet, mind az étkezéssel. Nagyon egészségesen próbálok étkezni, nem eszek ilyen szemét dolgokat egyáltalán, most már nem is kívánom az ilyen italokat sem egyáltalán. És a sport, amit elkezdtem, hogy mozogni kéne, én mindig egy örök mozgó emberke voltam, de kb. 0% volt a mozgásom is, így csak ültem, sétáltam, és ennyi, de nem mozogtam köbös semmit. És volt itthon egy szobabiciklink, amit régen szintén használtam, utána már csak ruhafogas volt körülbelül, és gondoltam, hogy hát akkor ráülök, próbáljuk ki. És az elején mentem egy olyan 10 percet, az olyan, nem is tudom, 2 kilométer volt maximum. És ez minden nap bicikliztem, ez fontos volt, és ez decemberben kezdődött, és minden nap bicikliztem, egy idő után már az volt a cél, hogy akkor érjünk el a 10 kilométerig, ma már pedig ott tartok, hogy minden nap kívánom azt, hogy felüljek a biciklire, és hogy mehessek vele egy kicsit, és kb. 30 kilométerig így oda se nézek, hogy ja, tehát nem veszem észre, és nagyon jó érzés. Szobabicikli, az első, ami eszedbe jut róla, az, hogy unalmas. Ez valóban az, hogyha csak így beállsz vele a szobádba és tekersz. Így tényleg az tud lenni, de hogyha közben találsz valami elfoglaltságot, az nagyon király. Például én az egyik ilyen kamerás állványomra szoktam rátenni a telefonomat, és vannak szuper jó biciklizős videók. Ezek ilyen GoPro-kkal készülnek, hogy az emberke fején van a kamera, és akkor Hollywoodból elbiciklizik, nem tudom, a tengerpartra, és akkor Malibuba, vagy én nem tudom, szóval ilyen bicikli utak vannak benne, és amikor azt nézed, akkor el is felejted a környezetedet, hogy mi van ott, és csak azt nézed, mondjuk fülessel, és teljesen olyan, mintha ott lennél, akkor állsz meg, amikor ő is, és mész vele tovább, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó kezdet tud lenni, én is így kezdtem el, még amikor kezdtem ezt a biciklizést, és hasznos, illetve mostanában pedig már nem ezt alkalmazom, hanem mindig délután, vagy hát kora este, ilyen 5 órakor kezdődik az összes kedvenc sorozatunk, illetve a tévéműsorunk, és akkor átmegyünk apu szobájához, oda húzom a biciklit, és ő a fotelben szokott lenni, én pedig végig biciklizem a sorozatokat, illetve a műsort. Ez egy olyan két és fél óra, tehát 1 és 2 óra között, és ez alatt szoktam menni egy olyan 30-35 kilométert, attól függ, hogy éppen milyen kedvem van, amikor csak tényleg 10-et megyek, ez már nagyon ritka, inkább már a 30 felé közelítek, és sosem értettem, hogy valaki hogy bír 30 kilométert biciklizni, futni, meg ilyenek, de tényleg lehetséges, és tényleg jó érzés. Nem kell egy szuper drága hobbira gondolni, mert a szobabicikli talán 7000 forintért vettük Vaterán, vagy nem tudom, tehát nem kell ilyen 100 000-es nagyságrendben venni egy szobabiciklit, mert tök felesleges, én is tök jól el vagyok ezzel, ami nekünk van. Nem egy komolyabb bicikli, teljesen egyszerű, de abszolút megteszi azt, amit várok tőle, és hát nyilván a kinti terepbiciklik, vagy útbiciklik, nem tudom, ezek nem értek hozzá, azok nyilván mehetnek az árai az egekig, szóval határa csillagos ég. Nekem egy teljesen egyszerű kinti biciklim van, ami semmi extra, tudom, hogy ebből is vannak szuper drága fajták, meg a megfizethető áruak, meg ugye kicsit gagyibbak, és ezekből is lehet nyilván válogatni, csak rajtatok áll az egész. Mik a jövőbeli terveim ezzel a sporttal kapcsolatosan? Az, hogy 100%-osan erős és nagyon
strapabíró legyen az immunrendszerem, ez a number one. Egy kidolgozottabb testet, hogy a cellulitis az teljesen eltűnjön. Egyébként a biciklizés erre nagyon jó, mert 2 hónapja kezdtem el, és azóta már nagyon-nagyon sokat, egyrészt vékonyodott is a lábam, másrészt pedig a narancsbőr az sokat enyhült rajta, és most már alig-alig látszik, úgyhogy ez pöpec a biciklizés erre. Nyilván nem a legalacsonyabb fokozaton, hanem egy kicsit azért tekerni kell rajta, hogy egy kicsit nehezebben bringázzatok, de amikor kezditek, akkor az alacsony is jó, csak hát nyilván ezt azért fejebb kell tekergetni, hogy ne a legalacsonyabb fokozaton tekerjetek végig, mert az ugyan nem haszontalan, de lehet ezt azért fokozni. Étkezés szempontjából továbbra is folytatni szeretném azt, hogy nem eszek csokit, chipset, ilyen ezeket a tipikus szemét és műanyag kajákat, mit tudom én, McDonald's vagy Burger King ilyenek, mert nem túl egészségesek, illetve az üdítőket is offolom, azt már most egyáltalán nem iszok, és nem is bírom nagyon meginni, mert túl cukros, és hogyha szomjas vagyok, akkor nem valami cukros üdítőitalra vágyom, hanem vízre. Olyan hálás tudok lenni a vízért, amikor szomjas vagyok, és akkor iszok egyet, és annyira jó, olyan frissítő. Gabi furcsaságai sokadik. Edzés szempontjából pedig mik a tervek? A biciklizést folytatom minden nap, minden délután, mert már nem tudom elképzelni az életem anélkül, hogy délután akkor 5-kor ne húznám oda a szobához a biciklit, mert ez egy ilyen rutin, és így nem tudom, így berögzült bennem, hogy hát akkor 5 óra biciklizek. Úgyhogy ezt szeretném folytatni, illetve el szeretnék kezdeni járni edzőterembe, egy személyi edzőhöz, mert hát akármennyi ilyen videót nézek edzésekről, én nem vagyok a témában expert, nem vagyok hozzáértő, úgyhogy egy személyi edző segítségét fogom felkérni, hogy segítsen abban, amit el szeretnék élni, így mondjuk külsőleg. Úgyhogy erre majd kíváncsi vagyok, hogyha szeretnétek ilyesmiről videót, akkor írjátok meg majd. Megkérdezem, ott lent nagyon aranyosak, hogy lehet esetleg vlogolni vagy videózni, azt majd megbeszéljük velük. Ugye az első részben ennyit szerettem volna nektek mondani, itt tényleg a történetemnek az elejét hallhattátok, illetve hogy mi miatt szeretném ezt elkezdeni. Egyébként a Mit ettem ma sorozat is emiatt indult, hogy egészségesebben étkezzek, és lássátok ti is, meg azért én is vissza tudjam nézni, hogy miket ettem. Szóval ez most egy ilyen új kezdet, egy új dolog, és hogyha videót is készítek róla, akkor az úgy még több motiváció. Írjátok meg, hogy nektek ez érdekes lehet-e, és hogy tetszett-e, nagyon várom a kommentjeiteket. Bármilyen kérdésetek van, azt is nyugodtan írjátok meg, szívesen várom őket a komment részbe, illetve azt kefemen is, hogyha szeretnétek, ott is tehetek föl kérdéseket, illetve van egy Instagram profilom is, ott is követhettek, meg egy Facebook oldal is, ezekre szoktam így posztolgatni dolgokat, amiket nem feltétlen láttok itt a YouTube-on, úgyhogy megéri azokat is követni, illetve van egy blogom is, hogyha szeretnétek, azt is megtaláljátok az infoboxban, azt is, hogy milyen kamerával készült a videó, milyen világítással, meg ilyesmi, mert ezeket nagyon sokan szoktátok kérdezni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb is, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha újak vagytok, akkor iratkozzatok fel, mert azt néztem a statisztikai részbe, hogy az emberek fele, akik nézik a videóimat, azok nincsenek feliratkozva, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Most ezzel hogy kell megállítani?